akkor vonult ki ide a kikötő igazgatóság, és a Somlóvári Lacinak az érdeme az, hogy az ottani tanásterem burkolatát és az ottani kis múzeum anyagát kihozta, amivel zárjuk a mai látogatást. Illetve nem teljesen, mert még aki akarja, megtekinteti a sporttelepet is. Úgyhogy ide kikerült, és a Mahart így osztott meg leányvállalatokra. A 45 utáni állapotoknál pedig a Szovjetunióval közösen alakították meg, hát persze magyar kezdeményezés és magyar érdekből a maszóvletet és a Messhartot, a magyar-szovjet hajózási vállalatot, amelyik 54-ig uralta, illetve vezette a magyar hajózást. Megmondom őszintén, hogy sikeresebb.